Azért gondoltam, hogy ezeket kérdezem meg tőletek elsőre, mert szerintem ez a darab is ezzel játszott, hogy hol is vannak a határok, hogy mi az, ami belefér egy kapcsolatba, és mi az, ami nem. Tehát szerintem a szülők elég kétségbe esettek szoktak lenni, és a bántalmazó szülők azok sok rossz eszközt használnak, a normális szülők pedig sok hülye eszközt használnak. Én amennyire a szűrőm engedtem, mindent átengedtem magamon, ahogy a szerep meg van írva, és amilyenné vált a kapcsolatunk a lányommal. Bizonyos helyeken kifejezetten jól esik olyan energiákat kiengedni, amit egyébként elsősorban nem szoktam megélni. Akartam egy olyan darabot írni, ami, hogyha megnézi ez a rendes színházba járó középosztálybeli réteg, akkor elgondolkodhat az, hogy basszus, ilyet én is mondok. És nem az a fontos, hogy elítéljük őket, hanem az a fontos, hogy beszéljünk erről. És az a fontos, hogy rálássunk arra, hogy mi hol vagyunk abúzívak, és minket hol abuzáltak, és hogy lehessen arról gondolkodni. Köszönöm szépen, vagy köszönjük szépen, hogy itt maradtak ilyen sokáig, nektek pedig, hogy ti is leültetek beszélgetni, és hogy ilyen jókat mondtatok. Mindenkinek szép estét kívánunk!